Hölgyeim és uraim, ez itt a Szerencse Szombat. Az est két házigazdája, Mák Kata és Harsányi Levente. Jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim! Igen, ez a Szerencse Szombat, hamarosan kezdenek a sorsolások hatalmas nyereményekért. És szuper produkciókkal is készültünk, mint mindig, hamarosan élőben a színpadon Ferenci György és az első pesti rackák. Köszönjük szépen a Fortuna Tánckának ezt a csodálatos, elbűvölő nyitányt, mint minden szombaton, és fiatal srácokat éren tudnak zenélni. Nagy Laci és csapata! A ma este meghatározó számai is jöjjenek képben, hangban, fényben, mindenhogy. Köszönöm szépen Hófehérke, aki a meséből lépett ide hozzánk. Szóval 2024-ben járunk, ugye idén ez a 27. sorsás hét, ahol ma a határszámunk a 35-ös. Erre azért kell figyelni, mert tudják, hogy biztos, hogy van teli, tehát az a kérdés, hogy határszámon belül, vagy azon túl, hogy határszámon túl lesz valakinek luxor, akkor 8 millió forintot nyerhet, hogy határszámon belül, akkor 27 millió forint lehet az övé. És persze, hogy itt van a Joker játékunk is, ha megfelelő sorrendben találják el a számokat, akkor 111 millió forint lehet az önöké. Tudom, meg akartad kérdezni, hogy mi a helyzet az ötös lottóval. Tényleg, hát mi? 17 hete nem talált gazdára a főnyeremény, úgyhogy ma már ott tartunk, hogy 3 milliárd 530 millió forintot lehet nyerni. A műsor menetét figyelik, hozzáértő szakemberek, nézzük, hogy kik segítenek ebben ma. A sorsolási bizottság felügyeletében zajlanak a játékaink, közreműködésükkel a 75 Luxor számgolyó már be is került a sorsológébe. Most pedig köszöntsük a sorsolási bizottság elnökét, Kovács Milánt és dr. Stankovszki Andrea közjegyzőt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdi csókom, jó napot kívánok, jó estét! Nos, hát hamarosan megkezdjük a Luxor játékot. Két remek fiatalember szakmájának kiválósága érkezik ide hozzánk, és beszélgetünk velük, és velük indítjuk el a Luxor játékot, mert utána néztem, milyen világnapok vannak, és hajszik, hanem ma van a pizza világnapja, és ennek megfelelően a két fiatal emberrel terveink szerint beszélgessünk a pizzáról. Jó, jó ötlet. Mit szólsz ez? A maga a pizza szó az olasz pincsere szóból származik egyébként, aminek jelentése összegyúrni. A két fiatalember pedig, aki érkezik hozzánk, igazi szakértők, hiszen ők nyerték meg a World Pizza Championship Selections Hungary idei hazai válogató versenyét, és képviselik majd Magyarországot a pizza világbajnokságon. Wow. Erről is kérdezzük majd őket, jön Linárt Ákos és Bednár Zoltán. Íme pizza lapát, sütő és tészta nélkül, de a tudás bennük rejlik. Hello, fiúk! Sziasztok! Na, a titkos receptet remélem megtudjuk, de addig is elmondom gyorsan, hogy a Luxor játékot már is indítjuk, aminek várható főnyereménye 27 millió forint. Majd nektek kell elindítani a játékot, de azért először is álljunk meg egy szóra, ugye? Oh. Szerintetek miért lett ilyen szerethető a pizza? Hogy tényleg szerintem nem is tudok olyan embert mondani, aki ne szeretné. Szerintem maga az étel egyszerűségében rejlik a titok, főleg azért, mert egyszerű az elkészítése, de mégis bonyolult maga az előkészítése.
Ahogy azt mondják, nincs két egyforma pizza, de erről majd a későbbiekben beszélünk, de azt gondolom, hogy nincs két egyforma szerencse egy ember életében. Szerintem ti gasztrovonalon szerencsések vagytok, majd a pizza közelében éltek és dolgoztok. Egyébként mi a helyzet a szerencsével is veletek más területen? Én szerencsésnek mondhatom magam, van egy egészséges épp családom otthon, a munkahelyemet, a munkámat szeretem, barátaim rendben vannak, szóval... Akkor rendben vagyunk. Jó, hát akkor irányba a műsor kezdése szempontjából. Egy feladatok van mondjuk elindítani a mai Luxort, ez a pizza alakú kék rész, az lesz. Akkor nyújtsuk ki. Tessék. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, a 75 számgolyó már is elindul, és megkezdi hétvégi, mondhatni munkáját. Nem tudom, nektek a hétvégés munkával telik? A pizza készítés? Hát, elég sűrűn, igen. Fontos, jó. Akkor mielőtt erre rákanyarodnánk, van itt előttünk, ha jól láttam, egyfajta díj. Ennek én a hátát látom, mint a fodrász. Igen. Ennek ennél mondjuk azért el, mit is jelent ez, mit rejt magában, és egyúttal gratulálunk is. Köszönjük szépen. Ez az első számú Magyarországon megrendezett pizza válogatója a világbajnokságoknak, amit hál' Istennek idén sikerült ez megnyernünk. Mi volt a feladat pontosan? A feladat egy általunk választott pizza tészta és feltétek elkészítése, majd ott összerakása, megsütése, és ezáltal és utána bemutatni a zsűri tagoknak is. Szabad tésztát, szabad kezet kaptatok e tekintetben? Mindenki kreatív lehetett? Beladhatott mindent? Persze, igazából magukkal a feltétekkel, illetve a stílusával a pizzának, az mindenki szabad kezet kapott. Annyi megkötés volt, ugye, hogy tehát a hidratációjában a tésznák volt egy kicsi megkötés. Pontosan mit jelent? A hidratáció a nedvesség tartalma magának a tésztának, tehát akár a víz, akár az olívaolaj. De hogy ezt mérik, hogy miből mennyi kerül igen. bele? Igen. Hát persze, hát ez nem úgy van, csak oda mennek és hát valami. Én azt tudom, hogy pontosan egy jó recept alapján múlik, hogy jó pizzatésztát kapjunk, hát reméljük majd ez is kiderül, hogy mi lesz. És akkor csak ennyi megkötés volt, és hogy nézett ki a ti nyertes pizzátok? A mi nyertes pizzánk, belevittük a kis saját csavarunkat, egy füstölt ízvilágot vittünk a pizzára, egy sárga színű kaliforniai paprika, füstölt kaliforniai paprika szósz volt az alapja, erre került rá egy nagy burrátasajt, fermentált lilarépa, török mézbe mártott articsóka, illetve saját kezileg füstölt szarvasbélszín. Kicsit úgy érzem, mint egy nagyon gazdag szülők sarjánál, amikor házi bulisztunk, amit mondtál, hogy kinyitottuk a szerkezetet, és ami ott volt, azt úgy beletette. Na de nyilván nem így van. Mennyi nektek kitalálni egy ilyen pizzát, tehát pont most, amit éppen mondtatok? Hát igazából ez nincs időhöz kötve, ahhoz van kötve csak, hogy mennyi időnk van tesztelni, esetleg felkészülni, legyártani azt, ami eszembe jutott. Mert nem úgy, hanem egyébként, amit kitaláltok, mi jóvá hagytok ti önmagatok egy pizzát, hogy ebből tegyünk bele, vagy abból mennyit kísérleteztek? Maguknak az ízeknek a kombinációja attól függő, hogy mennyire harmonizál az egész egyben, és külön is. Tehát fölösleges dolgot nem rakunk rá sehol, semmikor a pizzára. Nyilván. Igazából, igen, tehát csak igazából azért, hogy látvány jelen legyen. És kivel teszteltek meg? Katában mi mennénk szívesen, ha ilyen sütések vannak, akkor majd mi leülünk szépen, nyilván nem ebben a fehér ruhájában, de megyünk és akkor próbáljuk. És szerintünk az jó, kicsit tegyél bele kis articsókát, az jobb lesz. Te kikóstolja meg, kint tesztelitek. Igazából, aki odalép a pizzapályához és azt mondja, hogy szeretne egy új pizzát, egy új ízt megkóstolni, ami nincs az étlapon, általában meg szoktuk tudni oldani a vendégeknek. Nők, picit álljunk meg, hogy első pizza, hogy az első képtárhoz érkeztünk, és majd ebben segít Kata Tolmácson, aztán jövünk vissza. Ketten találták el az első képet, ahogy már látható is volt a képernyőn. 569.185 forint jár a szerencséseknek, gratulálunk. Így van. De azért egy kicsit menjünk vissza a kezdetekhez. Hogy kötöttetek ti ki a konyhába, hogy jött a pizza szeretete ilyen formán, hogy aztán elkezdtétek készíteni? Számomra a pizza az 2015-ben lépett be az életembe, amikor felhívtak egy munkahelyről, hogy nem szeretnék oda menni dolgozni. És előtte mit csináltál? Előtte szakács voltam, meg utána is szakácskodtam, most már azzal a részével felhagytam, és próbálok csak a pizzával foglalkozni. És nálad? Nálam igazából az ágyszakma volt az első. Innen lett utána később lettem szakács Németországban, és ott szicíliaiaktól tanultam meg magát a pizza készítést, és utána Zoltánnal, amikor 2017-ben elsőnek találkoztunk, akkor kezdtük el igazából a saját kis vonalunkat építeni. Aha, csak ti egy team vagytok tulajdonképpen, együtt dolgozok. Na most az, hogy a magyarországi versenyt megnyertétek, oké, Pipa, rendben van, tényleg gratulálok. Köszönjük. De hát egy olyan helyre mentek most, ahol gyanítom, hogy lesznek olaszok, és lesznek olyanok, akik valamelyest nem is jobban ismerik, de másképp ismerik a pizzakészítés módját. Mennyire kell extra módon készülni erre a VB-re? Kifejezetten extra módon. Tehát ez most olyan, mintha egy olasz jönne ide hozzánk Magyarországra egy gulyásfőző versenyre. Hát ez szóval, az. Ez nekik a vérükben van, mi meg tanuljuk. És ott a világversenyen milyen kikötések vannak?
rengeteg munkaruhára, megjelenésre, időbe való kikötés van, a tészta szerkezetére, a hidratációra, a munka folyamatosságára, gyakorlatilag minden egyes lépésre, ami a fönt a pult mögött nyújtás után zajlik mindenre. Ugye azt mondtam én, és Kata erre bólogatott, hogy nincs két egyforma pizza, de ez lehet, hogy nem igaz. A pizza alaptészta elkészítésének receptje. Azt mondta, hogy most titkos, nem titkos, én is árulhattok ebből valami, mert sokan esetleg ott ülnek a tévé előtt toll a papír, hogy ezt felírják. Az mindenhol ugyanaz, pontos anyaghányadok alapján működik, vagy pedig mindenki a saját kedvére készít? Igazából úgy, ahogy azt mondtuk, ez hidratációtól is függő, attól is függ, hogy most ez a bizonyos személy, aki készíti, az most élesztővel szeret dolgozni, vagy kovásszal. Na de melyik a jó? Tésztával. Tehát, melyik a jó, az élesztős vagy a kovász? Hát attól függ, hogy ki mit szeret. Meg maga a pizza stílusa is meghatározza ezt. Tehát akkor nem mindegy, hogy mondjuk vékony tésztát szeretnénk, vagy vastag tésztát? Nem. Például nápolyi pizzánál több a kovászt szokták többen használni, mint az élesztőset. A pizza történelem azt súgja nekünk, hogy Nápolyban volt az első állítólag, ugye a kutatások szerint, meg a felfedezések szerint, ott csináltak az első pizzát. Minden pizza alapja a nápolyi pizza? Én úgy gondolom, hogy egyébként igen, mert az az öt összetevő az alapja a pizzának, ugye a liszt, só, olaj, a víz és az élesztő. Remélem írták. Mindenhol ez van. És milyen anyaghányaddal? Vagy azt... arról nem beszélhetek. Ez már nem. Szigorúan titkos. Mennyire akartok ebbe a VB-be belecsempezni némi magyar lendületet, mert szerintem azért az ilyenkor mindig jó. Lehet egyáltalán? Mindenképpen szeretnénk itthonról vinni egy kis ízvilágot az egészbe. Tehát azzal a pizzával is, amivel megnyertük most ugye a válogatót, azt szeretnénk vinni, illetve ha van lehetőség, akkor egy másik, egy magyarosabb vonalba, egy magyarosabb ízvilágban is megpróbálni az olaszok kedvébe járni. Milyen reális esélyetek van szerintetek a világbajnokságon? Van erre valamiféle metódus szerintetek? A célunk igazából az első 10-ben bekerülni. Tehát ez 9 olasz után a 10. Hát, vagy inkább a 9. hely, hogyha mondhatjuk úgy is. Igazából a célunk az az, hogy jól érezzük magunkat, minél több embert megismerjünk a pizza világával, esetleg eszmecserére is kerülhet sor. Szeretnék igazából. Ki segít a felkészülésben nektek? Esetleg van honi, tehát hogy olasz környezetből? Nem. A Damu László vett most jelen pillanatban a kezei alá, és ő segít a lexikai tudásomat egy kicsit kibővíteni a tésztákról, a lisztekről, mindenből. Aha. Levi nagy pizzasütő hírében áll, bár igen, már sokszor hívott, de még sajnos nem tudtam elmenni megkóstolni a pizzáját. Zánkán voltál egy táborban, azért nem értem. Szóval az sem mindegy, hogy ugye milyen kemencében sül a pizza és hány fokon. Otthoni körülmények között sokan azért nem tudnak pizzát sütni, mert nem elég megfelelő hőmérsékletű az a sütő, amivel ugye otthon rendelkezünk. Az átlagos otthoni sütők ugye 250-280 fokot tudnak, az igazából már extrém. De én szerintem is, meg igazából minden pizzasütő szerint minimum 350, de inkább 400 fok fölé szeretnénk menni, ami egészen 500 fokig bezárólag. Tehát ezen a hőfokon lehet a legjobban sütni. És akkor vegyünk egy-két alap dolgot a pizzasütéshez, ami szerintem szükség. Én egyfelé ilyen pizza etikett, fogyasztás és készítés. Vastag vagy vékony tészta? Mindenképpen vékony tészta, vastag szél. Oké, megesszük-e, megehetjük a szélét, avagy sem? Kötelezzük, az a legjobb része. Jó. Kézzel, jó, vagy kisebb pillával? Kézzel. De van egy ollós verzió, és azt árul, de nekünk? Igen, hogy tehát magát a nápolyi pizzát azt nem pizzaszelővel szeletelik fel, hanem ollóval. Éppen azért, hogy a szélét ne nyomjuk össze, és látszódjon a szerkezete. Na mindjárt lépünk tovább a kérdések az zivatarában, de nézzünk egy megállót, hiszen első kerettárhoz érkeztünk. Hogy áll össze ez, ma hány nyertesünk van, és mennyi a nyereményük? Íme első keret, hogy mondtam, egy darab nyertesünk van, egy szelvény, 1.517.820 forint. Gratulálunk! És hát akkor folytatjuk a pizza feltétnél. Pizza feltétek. Én azt vallom, hogy minél kevesebb, jól elosztott és jó minőségű feltétel dolgozzunk, mint hogy inkább az olcsóbbakból dobáljunk 6-7-8-9 feltétet egy pizzára, mert annak úgy igazából már nem az a lényege. Na, milyen extra feltéteket láttatok már, mire dolgoztatok? Ugye én azt gondolom, minden pizza alapra margaréta, hiszen nyilván, és talán ezt is fogyasztják a legtöbben, de nagyon sokan bátran tesznek rá feltéteket. Én most például egy hónappal ezelőtt csináltunk egy rendezvényt Kecskeméten, oda csináltam egy pesztós alapot, nem egy normál pesztó volt, hanem földi magyaróból, pisztáciából és mandulából csináltam meg magát a pesztót. Az volt a pizzának az alapja. Erre került rá, most nem biztos, hogy szeretni fognak, de mangós ananász csatni, illetve
grill csirke megkerült a tetejére. Nem félünk itt az ananászt, meg kukoricát, ez olaszok fennen hirdetik különböző eseményeken, hogy ananászt ne! Mangóval keverve már lehet, hogy kezd egyébként tudom. Egész elfogadottá válni. A középkori kínzásnak használták igazából az országban. Hát igen, egy úgycsó kérdés, rövid választ várnánk, és mi a felkészülés következő etap része a VB-ig, mit csináltok még? Rengeteget kell gyakorolnunk. Rengeteget gyakorolni, tesztelni a tésztákat, feltéteket, szószokat. Igazából ki se látszunk a munkával. Hát jó. Most otthonra kerül bevásárlásra, kaptam egy pizzakemencét, és most ez otthonra szerzünk egy dagasztógépet, és ott szépen csöndben, nyugodt körülmények között ketten tudunk Ákossal készülni. Hát szerintem ne legyetek ketten, megyünk mi szívesen kóstolni. Egyébként csak tényleg még egy utolsó kérdés, hogy kabalát, vagy bármiféle szerencsehozók is valamit visztek ki magatokkal? És mangalicát. Van. Igazából erről van egy jó történet, pont a verseny napján sétáltunk a csarnok felé, és találtunk a földön egy nyakláncot egy medállal. Elraktam a zsebembe, mondtuk is, hogy na, ez a mojo. Ez a mi mojónk. Ez marad, és utána igazából meg is lepődtünk, amikor az eredmény hirdetésen bemondták a csapatszámot. Na akkor ez legyen, mikor lesz a verseny? Jövő áprilisban. Nagyon szorítunk. Köszönjük szépen. Jó gyúrást, köszönjük szépen. Köszönjük. A Luxor játékban megálltunk egy pillanatra, hiszen az országban valahol valakinek a szelvényé már csak egy bekarikázatlan szám hiányzik a teli találathoz. Mielőtt folytatnánk tovább a sorsolást, jön egy meglepetés produkció. A magyar zenei élet egyik meghatározó alakja Rakonca Imre új dallal lepte meg a közönségét idén Valentin napra. A feldolgozás dal egy régóta dédelgetett álom megvalósulása, ami évek óta érlelődött a művész szívében. A különös dallamvilággal rendelkező lírai számot Nótár Méri hangszínei személyisége teszi egészen különlegessé, aki boldogan mutatta meg benne líraibb, érzelmesebb oldalát. A Szerencseszombat színpadán a Szótlanul! Azt hiszem, egy olyan álompár, kire féltékeny a nagy világ. Milyen lenne nélküled, sokszor elképzeltem már, mégis meglepett, hogy most így fáj. Szótlanul, csak álltunk kéz a kézben, jó, hogy nincs tovább. Józanul, az ember néha téved, a szív az észre harcban áll. Félreértett álmokat miért is kergetnénk? Lehet, hogy most nem volt szerencsénk. Csak a jóra emlékez, és a múlt majd úgy lesz szép. Titkainkat rejtse már az ég. Szótlanul, csak álltunk kéz a kézben, és tudtuk jól, hogy nincs tovább. Húzásban nincs szabály, de most egy mégis legyen, hogy nem felejtjük el egymás sosem. Szótlanul, csak álltunk néma csendben, és tudtuk jól, hogy nincs tovább.
Köszönjük szépen Nótár Mérnek és Rakonca Imrének a kiváló zongora jelenlétet, és mi pedig haladunk tovább, hiszen ha jól tudom, akkor van olyan szervény az országban, ahol egyetlen egy szám jelzik a teli találathoz. Bizony. Határszámon nem tudom, túl vagyunk-e? Azt már elhagytuk. Már bőven, igen. Bocsánat, csak itt olyan nagy beszélgetésben voltunk, és egyébként pont amíg a produkciót néztük, hallhattuk, addig azért én kifaggattam a fiúkat, hogy még egy fontos dolog hozzátesz a pizza tésztához, hogy pihentetni kell legalább 12 órát. Így van. Jönnöm a tésztát? Igen, a tésztát. Legalább 12 órát, ha esetleg kedvet kapnak, készítsenek otthon akár pizzatésztát, ma van a pizza világnapja, miért ne ennénk egy jó pizzát, és miért ne lenne előbb-utóbb egy komoly és jó nyeremény? Ezen vagyunk mi is, ugye tudják, minden héten itt a Luxorban van teli talált, úgyhogy haladunk tovább. Robert 69, talán jó valakinek ez így. Igen, most már 6 szelvénye hiányzik csak egy szám a teli találathoz. Robert 62 és kigurult. De megy tovább a sorsolás, úgyhogy még mindig nincs teli találat. Várjuk, hogy mi lesz a következő. X34. Úgy tudom, hogy 15-re nőtt a várakozók száma, ahol már csak egy szám hiányzik a teli találathoz. Nagyon izgalmas pillanatok ezek, és mi is együtt izgulunk ilyenkor. Azzal a 29 szelvény tulajdonossal, aki nagyon már szeretné annyi? Most már az utolsót is bekarikázni, vagy beixelni. Na lássuk, lesz a változás. Olga 56-os. Kapaszkodj, 49-en várakoznak egyetlen egy számra a teli találathoz. Na, vajon sikerül-e? Vajon kigördül-e a várva várt szám? Ubul 28, és ez megvan a Luxor a teli találat. Nagy az öröm, valahol egy nyertesünk van, nyeremény összege 8.727.470 forint. Gratulálunk a nyertesnek! Sokat kellett várni, de szokták mondani, legalábbis ez az egy szelvény tulajdonos, biztos, hogy azt mondja, de megérte. Na, összesítsük a mai látottakat és hallottakat itt a Luxorban. Képtalálatból 27.113 darabból 700 forint a nyerteseké, 52 darab keret volt, 58.380 forintot jelent, 2 darab első kép 569.185 forint a nyeremény, 1 darab első keret 1.517.820 forintot ér, és egy Luxorunk volt ugye teli találat, 8.727.470 forint a nyertesé, a jackpot, ami több mint 18 millió forint, egyelőre átkerült a jövő hétre. Viszontosség, egyáltalán nem búcsúzunk, folytatódik tovább a műsor az élő Joker és ötös lottó sorsolással, és a Luxor utolsó számgolyója, mivel páros szám volt, ezért azt már biztosan mondhatjuk, hogy az ötös lottó nyerőszámait kézzel fogjuk kisorsolni, a várható főnyeremény pedig 3 milliárd 530 millió forint. Azt mondják, a legjobbal kell kezdeni, mi is így teszünk, hamarosan az élő Joker és ötös lottó sorsolás, egy kiváló, tán a világ legjobb szájharmonikása, nem mellesleg, kiváló férfi, egy remek showman, jön Ferenczi Gyuri és az első pesti rackár! Hagyom galambomat, ki aluszom mámoromat,
rólam ütnek a hat nagyok. Majd megmondom, hogy ki vagyok én. Ki vagyok én, nem mondom meg. Ha megmondom, rám ismernek. Pedig ha rám ismernének, legalábbis felkötnének. Szépen köszönjük nálam, ez egy nyerő nóta, egy nyerő csapattal. Gyere Gyuri, közelebb, szevasz drága barátom, köszöntünk! Kedves csapatom, szervusz! Legyen szerencsés estét! Hát egy ilyen műsor van. Legyen mindenkinek szerencsés estét! Kérlek szépen, nem tudod, elmondom, voltam egyszer New Orleansban, és ez bármelyik sarkon a Francia negyedben megállná helyét. Ez egy ilyen blúzos, rockos volt, Lacfi János jegyezte meg nagyon pontosan, hogy úgy beindult ez a Petőfi ipar, ilyen lakodalmassá tett nótákkal, aztán jött Ferenci Gyuri, és ilyen blúzos, rockossá tette ezt az egészet. Elég ezt a új értelmezést kapott, igen, így ez igen. A Petőfi vers. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, örülök ennek, ez a jó Isten áldása, ez van, ilyen zene jön ki belőlem, és erre pont passzolnak Petőfi Sándor versei. Nagyon szeretem, nagyon nagy rajongója vagyok, de elsősorban az anyanyelv rajongója vagyok én. Hát, mekkora felelősség egyébként egy költőt választani? Egyébként mással is szimpatizáltok, vagy ha versek, akkor, vagy költő, író, akkor csak Petőfi? Akkor tudja meg az ember, mikor elkezd komolyan foglalkozni a versekkel, addig nem. Utána elberúgja, és jó esetben egy úton tartja, amíg ezzel foglalkozik, és nagyon sokat lehet benne fejlődni, meg lehet a saját kultúránkat ismerni. És az ember azt hinné, hogy milyen könnyű, hiszen Petőfinek azért nem kevés és jó írása volt. Nehezen választottok dal, illetve szöveget a dal? Nagyon. Felütöttük a könyvet, és ahol kinyílt. Tényleg így volt? Egy ilyen utónévnak. Először volt koncepció, de ezt hamar kidobtuk, mert nem vagyunk elég műveltek ahhoz, hogy koncepciót csináljunk Petőfi verseire. Ezért azt csináltuk, hogy Petőfi összes puty, ahol kinyílt, és nem elbeszélő költemény, az mehet. Tehát puty, hogyha így alakulnak a dalok, vagy így készülnek a dalok, akkor ez elég menő. Egyébként így látod titeket kívülről, olyan volt, mint amikor a kisgyerek végre eljut a játszótérre, és ott van a játszótéren, és hát az egész pontosan világ. Pontosan erről van szó. Szerintem, hogyha lenne rossz kedve ellen gyógyszer, akkor ez a Ferenci tabletta, ez működhetne, mert ezt odaadnánk valakinek, egyből jó kedvű lesz, megvan az életigenlés benned, és bennetek, noha a stílusra halmozol, és nem is azt mondom, hogy bandát bandára halmozol, de az erősítsük meg a csapatot, akik most néznek minket, kiváló zenészek, és maradandót alkotnak, és maradtok is együtt így. Hála jó Istennek, igen, már 20 éve együtt muzsikálunk, és ha jó Isten is megsegít minket, akkor életünk végéig együtt muzsikálunk. És hát a szájharmonikáról is beszéljünk, hát az elképesztő ez a játék. A szájharmonika választott egyébként annó téged, vagy te találtál rá? A hangszer választott engem, igen. Én a többi hangszeren nem muzsikálok nagyon jól, elmuzsikálgatok pár hangszeren, de mindent csak azért csinálok, hogy a harmonika jobb legyen. Valahogy a szájharmonikától 12 éves korom óta, mint a kezembe vettem először életembe, azóta így minden sikerül, amit el akarok muzsikálni. Ez egy hatalmas áldás. Múltkor láttak a Magna Cum Laude vendégeként, jelentem, nem tudom mennyire általános, mennyire sűrű, hogy vendégekhez, vagy mint vendég jelensz a zenekaroknál, vagy ti hívtok vendéget, csak önállóan vagytok, azért beengedtek egy stílust, egy embert a saját világotokba. Hogyne, hát van egy csomó olyan előadó ebbe az országba, akit példaértékű számunkra, és akkor igyekszünk őket megkeresni, meg összebarátkozni velük, és egyet-egyet muzsikálni. Mezőm is ez pontosan ilyen, mi összebarátkoztunk a való életbe, és nagyon-nagyon jó barátok lettünk egy pár év alatt. Ő még nem volt a Rackában, de én már voltam a Magnában. Hát majd jön ő is a Rackában szerintem, egyébként ő is ilyen típusú. A te életed nem egyfajta nyitott könyv, de azért én ismerek valamelyest, azt tudom, hogy tényleg nagyon szereted az életed, tiszta, lelkű, őszinte srác vagy. Ilyenek a próbák is, a fellépések, a zenekari megjelenések? Teljes mértékben. De egyszerűen reggel kinyitjuk a szemünket, ugyanez a zenekar ébredt föl, mint aki most a színpadon van. Hál' Istennek, ez nem egy szerep. Ez remélem mindenki fölébredt. Akkor ez a jó együtt zenélés is. Ez csodálatos.
csodálatos. Ezt annyira nem is kívánok jobbat, akkor a Jóisten megadott mindent, amit szerettünk volna. És akkor egy kicsit mesélj arról, hogy hogy épülnek fel a dalok, tehát kinek mi a szerepe pontosan, hogyha elkészül egy... Első a groove. Nálunk hagyományos AC/DC, illetve Jimi Hendrix trió felállású muzsikálás folyik. Az a cajón, az a pici hangszer, amin a Mickey dobol, és a vadászkürt, ami most jön, vagy a basszusgitár, az ugyanolyan ritmus szekciót képeznek, mint például James Brown-nál van. És arra építjük fel a többi dolgot, arra jön utána a 67-es Wurlitzer zongora és az elektromos mandolin, és ez egy ilyen gyönyörű szép kerek hangképet ad, és abba keresem én a helyemet a harmonikával. És akkor maga a zeneszöveg? A szöveg meg általában a versek, ugye, és az van, hogy a vers adja meg a groove-ot mindig, tehát például én egy kicsit jobban értek Petőfi Sándorhoz, mint a többi költőhöz, Petőfi Sándor verseihez, az hangosan tükör előtt mondom sokat, leveszem róla az összes előadást, tehát pont nem előadni akarom, hanem a szavakat egymás után mindenfajta manír nélkül mondani, és amikor ez sikerül, akkor magától már a dal lüktetése meg is van, tehát megvan a groove, onnantól kezdve már csak hangszerelni kell. Ez mindig egy kérdés, hogy a zenéhez szöveget, vagy szöveghez zenét, kabátoz a gombot, vagy forra? Vershez zenét. Első a vers, első a szöveg. Aha. Mert az nem a miénk. A világos. Jó, Gyuri, nagyon köszönjük, még zenétek, mi zenétek nekünk. Köszönöm szépen. És szuper a csapat, de itt van még azért van még egy feladatot, bizony, el kell indítanod majd a Joker sorsolást. A sorsolási bizottság felügyeletében zajlik a játék, a várató főnyeremény pedig 111 millió forint. Bűvölöd már nagyon, úgyhogy a szerencsésebb kezeddel kérjük szépen, hogy indítsd el a Joker sorsolást. Köszönjük szépen! A Joker első számjegye az egyes. A második a négyes. Az ötös. A negyedik, a hármas. Az ötödik, a hármas. És a hatodik, az ötös. A Joker szám 1-4-5-3-3-5. Nos kérem, túl vagyunk a Joker sorsoláson, íme a Joker nyerőszámai mutatjuk még egyszer, és akkor a nyeremények, ami a Joker játékunkat illeti, 4504 darab kettes volt, 2500 forint szelvényenként a nyertesek, 440 darab hármas, 25 000 forintos nyereménynél, 53 darab négyes, 250 000 forint a nyerteseké, 2 darab ötös volt, 2,5 millió forintért, és nézzük, hogy van-e hatos ezen a héten, és úgy néz ki, hogy Gyuri meghozta a szerencsét, mert hogy van egy telitát a Jokeren, 139 millió, 269.480 forint. Gratulálunk! A várható főnyeremény Joker játékunkban a jövő héten 35 millió forint. Már is emeljük a tétet, hiszen hamarosan az ötös lottó sorsolással folytatjuk, ahol pedig 3 milliárd 530 millió forint a tét. Most azonban újra a zenéje a főszerep, a színpadon Petőfi, Ferenci György és az első pesti rackák. Mint koldus járod be a földecskész menedéket, két akárhol, csak ne tőlem, szívem nem fogad be téged. Ha bejárod, mint hódító, diadallal a világot, lesz egy szikla, s ez a szívem lesz melyre nevedet
nem vágod. Türelem, te a birkák, s a szamarak, dicső erény, téged te tanuljalak meg, menj a pokofenekére. Türelem, te kicsépelt szalma, melyet a bágyú világnak, a telt kalászokként árulnak, kik magodból jól lakának. Te üres fazék, melyből a macska a tejföld kiette, s a szakácsnép muszájt átva fejcsóválva áll mellette. Türelem, te a birkák, s a szamarak, dicső erény, téged te tanuljalak meg, menj a pokofenekére. Türelem, te nem tudom mi, mind gyűlöllek, mind utállak. Ahol van kezdeted, ott vége van a boldogságnak. A föld boldog lehetne, hogyha rajta te nem volnál, s még te rajta lész mindaddig, megmaradunk a nyomornál. Türelem, te a birkák, s a szamarak, dicső erény, téged te tanuljalak meg, menj a pokofenekére. Zenés vers, egy verses kötetet hallottunk Ferenc Ügyidéktől, és természetesen itt a nagy rajongók táborát erősíte, azért hát ezt elidőztünk, hallgattuk a zenét, és csodálatos volt, de azért van nekünk más feladatunk is, van egy missziónk, mégpedig, hogy nagyon sok milliárd forintot adjunk valakinek, vagy valakiknek. Igen, de hát türelem, ugye, yeah. És aztán az majd egy rózsát terem remélhetőleg. A Luxor utolsó számgolyója a páros szám volt, tehát kézzel fogjuk kisorsolni az ötös lottó nyerőszámait, ahol a várható főnyeremény 3 milliárd 530 millió forint. Nos, a zenekar tagjai már a szívüket fogják, igen, nagyon hatalmas a nyeremény, ezért a sorsás menetén ma sem változtatunk, minden megszokott rendben zajlik, majd ugye a négy számot megszakítás nélkül egymás után húzzuk, majd jön egy újabb csoda, egy ilyen zenei csoda, aztán pedig jön az ötödik nyerőszám. Én engedlek is utadra. Okay. Szalai Dóri már vár. Mielőtt azonban útjára indítanánk a sorsolást, szeretnénk felhívni játékosaink figyelmét, hogy a Szerencsejáték ZRT játékoskártyájának akár online vagy értékesítő helyeken történő kiváltásával több hasznos funkció, kényelmi és biztonsági szolgáltatás igénybevételére is lehetőségük van, valamint az aktuális ajánlatokról is informálódhatnak. Bővebben mindent megtalálnak a lottózókban is a www.szerencsejáték.hu oldalon. Most pedig... nincs más hátra, együtt izgulunk önökkel, induljon az ötös lottó sorsolás, melynek várható főnyereménye 3 milliárd 530 millió forint. Első nyerőszám a 79-es. A második a 87-es. Harmadik, a 41-es. A negyedik, a 66-os.
17. hete halmozódik az ötös lottó főnyereménye, hát a nagy kérdés, hogy sikerül ezen a héten valakinek eltalálni, vagy valakiknek eltalálni mind az öt nyerőszámot. Már csak egy van hátra, hamarosan folytatódik tovább a sorsolás, most azonban újra a színpadunkon a zenéje a főszerep. Hobó dalfeldolgozással érkezik Ferenci György és az első pesti rackák. Tisztelet, Deák Bézilá! Vagy. Kicsi a kereszt, a halálfej nagy, bár a jelet a világ tette rád, szó nélkül által lettél te tovált. Melledem matróz, karodon anyád, 950 zugló a hazád. Szeretlek, Erzsi, haver vagy János, csapat csak egy van, a magyar vízilabda válogatott. Köszönjük szépen, Gyuri, légy szíves, még egyszer picit beszélgessünk, mert azért maradt még bennünk, főleg, hogy mondtad, hogy tisztelt Deák Bill Gyulának. Egyrészt a Hobo felé, Bill felé, és meg azt gondolom, hogy a nagy elődök felé. Kik voltak, akik téged inspiráltak még fiatalkorodban a zenei téren? Hobo Blues Band komplett, Lokomotív GT komplett, Orszácki Jacky, Radics Béla, Török Ádám és a Mini, és még sorolhatnám, mert az a generáció az tele volt zsenikkel, és óriási szerencsére tanulhattunk tőlük, és muzsikálhattunk velük. Mi az, amit tanultál tőlük? Hogy kell zenekart csinálni, és hogy mennyire fontos dolog. Tehát az ember ne álljon ki úgy a színpadra, hogy nem hal meg. Halljon meg minden egyes este. Hát ugye ez egy fontos üzenet lehet a mai fiataloknak, akik szeretnének ezen a pályán érvényesülni. Én nem szeretnék üzengetni, én csak ez kizárólag rám érvényes megfejtés. Én így muzsikálok. Mindenki muzsikáljon úgy, ahogy szeret. 60-as évek Do What You Like, a Blind Face együttes, egy kiváló dala. Ezt tudnám nekik üzeni. Ahogy szeretnétek, kis testvéreim, bárki, csak érezzétek jó magatokat, és halljatok meg a színpadon minden egyes este. De meg se kérdezem, melyik évtizedbe repülne vissza, ha tekerhetné egyet az idő kerekén. 60-as, 70-es, 80-as, 50-es. Megnézném Liszt Ferencet. Megnézném Paganinit, megnézném Hendrixet. De és kitől mit kérdeznél, attól függetlenül, hogy megnéznéd? Nem kérdeznék én semmit, én csak hallgatnám a muzsikájukat, Istennel. Jaj, nem kérdeznék semmit. Képzeld, nem olyan rég voltam egy hátsán, és már nincs köztünk Balázs Fecó, Fecó Horváth Attil és Horváth Károly, azt hiszem Charlie, ugye? És velük ültem egy asztalon, és így néztem, és azt mondják nekem, most beszélj nagy dumást. Már meg se tudok szólalni, csak hallgatlak titeket. És mondom, ezekkel a sztárok, amikor te találkoztál azokkal az ikonokkal, akikről beszélünk, hogy gondolom, puszta a jelenlét is olyan sokat adott neked tőlük. Hát a jelenlétük nagyon durva volt kapásból, a kisugárzások olyan, meg ők nagybetűs emberek voltak, és nekik nem derogált a fiatal generációt keményen tanítani, rendesen. Tehát itt most egy jó pár helyen találkozunk a Tibusszal például, meg sokat beszélgetünk Tátrai Tiborral, és szóba kerülnek ezek a korai évek, amikor nagyon kellett, hogy a fejünket üssék strandpapucsal, és meg is tették, és köszönjük nekik. De és most ugye te sokszor ülsz ugye a zsűri székben, a Dal 2024-ben is láthatunk most, és akkor most téged is keresnek, hogy
hogy hát kapjanak egy-egy ilyen atyai pufot? Nagyon nehéz kérdés ez. Van egy ilyen keretrendszer, ami szerint én muzsikálok. Nekem ez az életem. Soha nem is volt benne más, nem is lesz, nem is érdekel semmi más, mindig is ezt csináltam. És a fiatalokkal kapcsolatban meg az a véleményem, hogy a forradalmat azt mindig a fiatalok csinálják. Az öregek csinálják belőle az üzletet, de a fiatalok csinálják a forradalmat. Szóval nem kell a fiatalokat nagyon okosítani, meg tanítani, megtalálják ők saját maguk, és majd ők kiválasztják, hogy kihez akarnak menni, nem jelentkezni kell náluk, hanem példát kell mutatni, és ki kell érdemelni. Nem tudom, hogy mondtad, de én nem olvastam erről, meg nem hallottam, hogy milyen volt a te mondjuk zsűriztetés, amikor megtaláltak sokat, agyaltázom, hogy elfogad, és bejöjj oda, mert ez egy teljesen más világ. Figyelj, nem én telefonáltam, hogy hadd menjek oda. Tudom, azért lesz, de igen, nagyon vacilláltál. Azért érdekes ez, mert akik elhívták, azok pontosan tudták, hogy mi szerint csinálom én a zenekart egész életemben. Valószínűleg arra volt szükségük, arra a fajta mentalitásra volt szükségük, amit én hoztam be. Az elején nagyon sokat hibáztam, mert egy teljesen idegen terep volt nekem, de ez is egy hivatás, és ezt is meg lehet, és meg is kell tanulni. És most már negyedik év után szerintem most már sokkal jobb az egész. De mit kellett megtanulnod ebben? Hogy... teljesen más helyzet. Igen, hogy ne vigyél az embert a vére, és ne úgy beszélgessen, mint egy kocsmába. Hanem, most is tudom. Beszélgetünk, mint az éjszaka. Nagyon szépen, megvedítsérve. De azért van egy stílus, és ezt meg kell tartani. Én ezt az elején, ezzel nem voltam de rendesen tisztában, de hála a jó Istennek azért kikupálódtam mostanra szerintem. Volt szerencsém vezetni ezt a műsort egy-két évig, és azt láttam, és nagy örömmel tapasztaltam, amikor vége volt a műsornak, akkor leültek az úgynevezett mentorok, vagy zsűritagok, mindesetjük őket, azok a zenész palánták, vagy zenészek, akik a műsorban felléptek, és volt utána egy beszélgetés. Téged is megtaláltak a versenyzők? Persze, és... minden kérdez... értelemben. Hmm? Bele is álltam, hogy be kellett, és nagyon sokan járnak most azokra a workshopokra, amiket mi csinálunk. Ilyen ingyenes workshopokat csinálunk, a zenekarozni tanítjuk a bandákat, nem muzsikálni, hanem a zenekarozásra. És nagyon sokan járnak. És ennek nagyon örülök, mert ez az igazi bizonyíték arra, hogy nem biztos, hogy butaságokat beszélek erről a zenekarozásról én. És most a nyáron lesz idő azért pihenni is? Dehogy lesz, Istenem. Jaj, de jó, a választás. Ne is legyen, zenész vagyok, én nyáron turnézni szeretnék, nem szeretnék pihenni. Majd ha öreg leszek, pihenek. Jó, hát az még egy 30-40-50 év. Gyuri, nagyon szépen köszönjük. Neked is a zenekarnak. Nagyon köszönöm. Maradjatok együtt, összetartást. Nagy szeretet. Én meg megyek, mi kihúzok egy számot. Így van, hiszen már csak egy hiányzik az ötből. Ugye a kérdés hétről hétre az, hogy vajon most végre sikerül valakinek mind az öt nyerő számot eltalálni. A tét óriási, hiszen a várható főnyeremény az ötös lotón 3 milliárd 530 millió forint. Az ötödik nyerő szám a 37-es. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben 37, 41, 66, 79 és 87. Nos, kérem szépen, íme újra emelkedő számsorrendben az ötös lottó eheti nyerőszámai, nézzük őket, és bűvöljük a szerencsét. Kettesből 50.757 darab volt, 4.190 forint a nyerteseké. Íme a hármasok 1.730 darab, 32.485 forint a nyeremény. 21 darab négyes volt, 2.443.615 forintért, és nézzük, hogy van-e ötös ezen a héten. És sajnos nincs így a jöveti várató főnyerem az ötös lottóban. 3700 millió forint, azaz ismertet evén 3 milliárd 700 millió forint. Köszönjük szépen, hogyha éppen adás közben kapcsolódtak be hozzánk, ne felejtjék, hogy adásainkat újra és újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Szerencsejáték ZRT YouTube csatornáján. És jövő héten sem hagyjuk önöket sztárvendég nélkül. Ki jön jövő héten? Hát ki jön? Egy sáromos úri ember, aki a színház világában is ismert. Felép Tomi! Kiváló musical színész és énekes, például a Puskás musicalben is láthatják többek között. Ferenc Gyuréknak nagy hála és köszönet, hogy itt voltatok, drága barátom. Ezt szoktam mondani minőségileg. Most nagyon megemeltetek a műsor besorolási szintjét és rangját. Légy kedves, ott írd alá az itt léteteket igazoló. Igen, ez a jelenléti ív, tudod, régen blokkolni kellett, amikor bement a gyárba, most pedig alá kell írni, hogy itt voltál. Köszönjük szépen Ferenci Gyuréknak, köszönjük szépen Mák Katának, aki egyébként a Hófehérke című meséből szépen. Előtt ne felejtjük, majd a pizza világnapja, szeretnének csinálni egy jó pizzát, enni, akkor akár ezt tegyék is meg, legyen szerencséjük, legyenek egészségesek, találkozunk a jövő héten a viszontlátásra.
Együttműködő partnerünk az Andy Fashion. A műsor és a nyári élmények támogatója a Roland Divatház.